jó ellenfélel játszottunk, ugye ezt tudtuk előre, hiszen ugye Costa Rica VB résztvevő, de azt gondolom, hogy nagyon nagy munkát végzett a csapat, nagyon fegyelmezetten és nagyon nagy akarással motiváltan játszottunk. Ez azt gondolom, hogy a 90 perc alatt látszott, és tényleg egy szerencsés góllal ugye meg tudtuk szerezni a vezetést, ezt pedig a mérkőzés végéig tudtuk tartani, annak köszönhetően, hogy az egész csapat nagyon fegyelmezetten és nagy alázattal tette a dolgát védekezésben, és nyilvánvalóan voltak olyan lehetőségek kontratámadásokra is, amikből tudtuk volna növelni az előnyünket, sajnos a végjátékot nem jól játszottuk le. Több határozott kiveteled is volt a kaputból, a magabiztosság tükröződött rólad, jól érezzük? Igen, jól éreztem magamat a mérkőzésen, ugye nagyon fontos az, hogy az embernek az első labdaérintése jó legyen, az első megmozdulása sikeres legyen. Szerencsére ez a mai nap így történt. Úgy gondolom, hogy voltak ugye szituációk, amikor jó döntést tudtam hozni, volt egy-két védésem is, és akkor gyakorlatilag ezeknek köszönhetően azért én is hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez. Majdnem napra pontosan 3 évvel ezelőtt álltál utoljára kezdőként a kapuban, a válogatottban. Volt benned izgalom, amikor megtudtad, hogy ma kezdő leszel? Nem volt bennem úgy különösebben izgalom, hiszen most az egy jó pár napja úgy készülök, hogy a mai mérkőzésen én fogok védeni, úgyhogy nyilván fel tudtam már ezt a dolgot dolgozni, és készültem is rá tudatosan. Nagyon örülök neki, hogy sikerült jó teljesítmény nyújtanom, sikerült nullára lehozni a mérkőzést, és sikerült megnyerni a mérkőzést, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szép este volt, és hát végre ugye a Grupamában győztes válogatott tagja lehettem. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.